35 év közös munka. Az Autóklub ismét díjazta a legkiemelkedőbben teljesítő rendőröket. Nőhet a piac a kisüzemi sörfőzdéknek. Január 1-től 2 millió liter sört is előállíthatnak a manufaktúrák. Foci EB, olimpia, röplabda sikerek. Sportban gazdagon telt a 2016-os esztendő. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 35 éve minden év végén díjaz a Magyar Autóklub Békés megyei szervezete. Két olyan rendőrt jutalmaznak ezen alkalmakor, akik hosszú évek kimagasló munkájával nagyban hozzájárulnak a balesetek megelőzéséhez, a közlekedés biztonságos tételéhez. Péntek délelőtt egy rövid időre kikapcsolták a jelzőlámpákat, és a forgalmat közlekedési rendőr irányította a rendőrség épülete előtti kereszteződésben. És ekkor megérkezett a Sárga Angyal, azaz a Magyar Autóklub járműve. A rendhagyó díjátadása alkalmával két olyan rendőr kapta meg idén az Autóklub elismerését, akik hosszú évtizedek óta végzik kiemelkedő szakmai tevékenységüket. Kis Szilveszter a több mint 20 év szolgálat alatt elmondása szerint végigjárta a ranglétrát, járőrként kezdte, és most közlekedési bűncselekményeket vizsgál. Ez nagyon megtisztelő számunkra, hogy az általunk, hogy a közlekedés biztonság és a közlekedési morál megszilárdítása, javítása érdekében végzett munkánkat, ugye a rendőrségen kívül civil társaságok is elismerik. Közel 30 éve teljesít szolgálatot Árus Norbert a rendőrség kötelékében. Mint mondta, a közterület és az irodai munka között szinte már minden feladatot ellátott. Számára is megtisztelő a díj, és azért is lényeges, mert nem csak a rendőrség ismeri el így őket. Hanem a külső társszervektől, illetve maga ugye a végzett munkát ezáltal tudjuk kontrollálni, hogy valamit jól csinálunk. Az Autóklub és a rendőrség között hosszú évtizedek óta gyümölcsöző az együttműködés. Figyelemfelhívó programok kapcsolódnak a nevükhöz, amik a közlekedők biztonságának javításában, a baleset megelőzésében kiemelten fontosak. Az Autóklub megtesz annak érdekében, hogy javítsuk a baleset megelőzés helyzetét, úgy oktatással, gyermekeknek, illetőleg betélkedőkkel. Ebben az évben is folytat a Kiakmester kétkeréken vetélkedő sorozat, ahol iskolások vettek részt. A rendőrség számára is fontos az együttműködés, a célok pedig megegyeznek. A közlekedés biztonság fokozása, a balesetek számának a csökkentése, illetve egy a közlekedési szabályokat maximálisan ismerő és be is tartó generáció kinevelése, ezek az elsődleges céljaink, és ebben a Magyar Autóklub a Békés-megyei főkapitányságnak egy maximálisan jól működő partneri kapcsolatot hozott létre. Az elsődleges megyei adatok alapján a balesetek száma csökkent idén, ami valószínűleg az egyre tudatosabb közlekedésnek is betudható. A teljes magyarországi söreladás mintegy 2,5%-át teszi ki a kisüzemi sörfőzdében előállított termékek, de szakemberek szerint egyre nagyobb a kereslet a különlegesebb, magasabb minőségű termékek iránt. Jövőre megemelik a kisüzemben termelhető maximumot, ezzel bevezetik az uniós normát hazánkban is. Összesen 15 féle sört állítanak elő a Szent András sörfőzdében, a megyes az egyik legkeresettebb termékük. Bukovinszki Béla szerint sörforradalmi helyzet van Magyarországon. A tulajdonos azt is elmondta, a sörpiacot itthon jelenleg 95%-ban 4 multinacionális cég fedi le, a maradék 5%-on osztozik az import és a 20-30 kereskedelmi mennyiségben termelő kisüzemi sörfőzde. Na, és akkor így néz ki egy tartály friss megyés. Jogi értelemben a kisüzemi sörfőzde a nagyüzemitől az előállított sör mennyiségében tér el. Mostanáig 800 ezer liter alatt termelt mennyiségnél kisüzemi sörfőzdéről, e felett pedig nagyüzemiről beszélünk. Azonban 2017. január 1-től 2 millió liter sört is előállíthatnak a manufaktúrák. Ezzel a lépéssel elgördül az akadály a fejlődés útjából. És dinamikusan fejlődünk. Igazából ezt ilyen lépésről lépésre érdemes fejleszteni, tehát nekünk ugye az elsősorban az a fontos, hogy itt a környéken legyünk otthon, úgymond Békés megyében, Csongrád megyében, Bács-Kiskunban, Budapesten természetesen, de az mondjuk nekünk annyira azért nem fáj, hogy mondjuk Szombathelyen vagy Veszprémben teszem azt nem kapható Szent Andrási sör, nekünk fontos, hogy itthon legyen. A Szent András sörfőzde idén 600-650 ezer liter sör gyártott, a bevételét pedig minden évben megduplázta, a tavalyi évet 255 millió forinttal zárta. A Békés-Szent Andrási önkormányzat egyik tagja elmondta, fontos szerepet tölt be a nagyközség életében a főzde.
Az utóbbi időben bármerre járunk, a Szent Andrási sör, a kézműves sörök szóba kerülnek, és mi erre büszkék vagyunk. Mivel egyre nagyobb a forgalma, ezért az iparűzési adó mértéke is nagyobb, tehát ez ilyen szempontból az önkormányzatnak fontos. Más szempontból pedig az, hogy a turisztikai jelentősége is óriási, hisz nagyon sokan egy kitérőt tesznek, hogyha erre járnak, hogy a Szent Andrási söröket bejöjjenek, megkóstolják, illetve vigyenek maguknak. A bizottság elnöke hozzátette, a 2010-es évet követően, amikor is az év sörfőzdéjévé választották a Szent Andrást, lényegesen megnőtt a turizmus a nagyközségben. A koraszülött mentőautóért gyűjtöttek adományt az egyik gyulai fodrászüzlet dolgozói. Néhány hét alatt jelentős összeg gyűlt össze, amely három fodrász és vendégeik felajánlása volt. Az adománydobozt bontják a gyulai fodrászüzlet dolgozói. Te voltál kasztárségem, számolj! Mint mondják, nekik bár vannak gyermekeik és egészségesek, jól tudják, mekkora fájdalom lett volna, ha bármi baj van születés után, és nem lehet rajtuk azonnal segíteni. Nem ment úgy innen az üzletből ki senki, hogy az adománydobozba ne helyezzen bele adományt. Tehát ezen felül, ami... két napi bevételünket, azt egy az egybe a dobozba dolgoztuk bele, a fodrász kolléganőmmel, illetve a körmös kolléganőmmel. Úgyhogy hát igazából azt gondolom, hogyha mindenkiben van egy kis emberi jóindulat, vagy bármilyenek, azért úgy megmozdul benne, mert egy gyerekről van szó. Alig egy hónap alatt bőkező adomány gyűlt össze. 100 000, nagyon köszönjük. Jó. A Békés megyei koraszülött mentőautó több mint 50 millió forintba kerül, de ahhoz képest, hogy csak néhány hónapja indult el a gyűjtés, a kassa igen jó képet fest. A kezdeményezéshez rengetegen csatlakoztak. Ahova megyek, örömmel fogadnak bennünket, szeretnének segíteni, és szerintem én azt mondom, hogy akkora összefogás a megyében nem is tudtam elképzelni. Közel 13 millió forint van a számlánkon, rövid idő alatt, és vannak komoly ígéretek januárban, úgyhogy én azt mondom, hogy büszke vagyok, hogy itt Békés megyében mekkora nagy összefogását látják, hogy gyerekekről van szó, koraszülöttekről van szó, tudják, hogy megfelelő helyre fog kerülni a pénzük, hálás köszönöm nekik. Békés megyében évente 250-300 koraszülött gyermek lát napvilágot, akik szállításához elengedhetetlen lenne a speciálisan kialakított gépjármű. A téli időszakban is akadt tennivaló a 82 hektáron elterülő szarvasi arborétumban. A munkatársak ezekben a hónapokban kitermelik az elpusztult fákat, megtisztítják a területet a gyomfáktól, a trópusi növényeket betakarják, a kisebb fákat gúzsba kötik, valamint új csemetéket is elültetnek. A Dél-Amerikából származó, másfél-két méter magasságot is elérő pampafű nehezen viseli a hideget, ezért az év ezen szakaszában összekötik a tövét. A téli munkák közé tartozik a gyomfák írtása és az elpusztult fák kitermelése is. Ilyenkor kell kitermelni azokat a fákat, amik elpusztultak, valamint az olyan csoportokat, amikben a gyömfák feljöttek, tehát ilyenkor történik a csoportok tisztítása is, és hát amikor kevés a látogató, minden nap nyitva vagyunk ugyan, de ilyenkor azért kevésbé egy fadöntés kevésbé zavarja a látogatókat, mint a nyári csúcsban, ezért ezt mindig ilyenkor végezzük. Télen az őzek ellen is védekeznek a szakemberek, ehhez rasel zsákot használnak. Gúzsba kötik a kisebb, egy-másfél méter nagyságú, frissen ültetett növényeket, hogy az állatok ne tudják lerágni azokat. Az igazgatónő elmondta, mozgalmas évet zártak az arborétumban. 100 000 főt is meglépte az a szám, ami az éves létszámot jelenti, úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak, remélem nagyon-nagyon jó érzésekkel mentek el a kertből, és majd visszatérnek hozzánk. A pávák ilyenkor is szabadon járnak, kelnek, az üvegház mellett lévő kőrisván éjszakáznak. A téli faültetés valószínűleg a tavaszi munkálatok közé csúszik át a hideg miatt. A tervek szerint 150 facsemetével gazdagodik majd az arborétum. Csabai sakk karácsony volt a Fekben. A bajnokság hosszú évek óta hagyomány Békés Csabának két ünnep közt, amire amatőr és profi sakk nagymesterek, a legfiatalabbak és a tapasztalt, sokat látott sakk nagyöregek is beneveztek. Sok hasonló átszellemült arcot és nagy csatákat láthatott az, aki ellátogatott a sakk karácsonyra. Ennek a bajnokságnak többek közt az az érdekessége, hogy vegyes a korosztály és a tudásszint. A korcsoport az roppant érdekes, különösen a felnőtteknél. Nemzetközi nagymester is van a csoportban, tehát Balogh Imre, egy a békési. Erdős Viktor tegnap utazott vissza, már csak a heckedvért is el akartam hívni. De hát, hogy ne egyszer nagymesterünk legyen már, ha ennyire beindultunk.
és viszonylag a megyében is több játékos itt van. Békés Csabán van olyan általános iskola, ahol bevezették a sakkpalota programot, ami a gyerekek fejlődésében nagy előrelépést hozhat, mivel fejleszti például a logikus és gyors gondolkodást, illetve a probléma megoldó képességet. A kicsik közül sokan már óvodás korban elkezdik a sakkot, de például ahhoz, hogy valaki sakk nagymesterré váljon, hosszú és tanulással teli az út. Hosszadalmas munkák árán, illetve nagyon sok versenyzés, illetve ez lemondással is jár, az időpontját, illetve a játéknak a minőségét tudja javítani. Ez körülbelül olyan 10 év, 12 év. És ott vannak bizonyos szintek, ott is válogatja magát, hogy ki milyen sakkozó, lehet valaki csak fidemester, nemzetközi mester vagy nagymester is. Attól függ, hogy milyen tehetsége van, illetve milyen intenzitással gyakorol, illetve tanulja a sakkot. A Békés Csabai fiatalok közül egyre többen játsszák a sakkot. A mostani bajnokság szervezői szerint ez részben az oktatásnak, a sakkpalota programnak is köszönhető, ami nagy népszerűségnek örvend. Az iskolák ehhez a továbbiakban is csatlakozhatnak. Foci Európa-bajnokság, olimpia és újabb csabai röplabdás remeklés, igazi sportos esztendő volt a 2016. A legemlékezetesebb magyar sikereket, valamint a legjobb csabai pillanatokat idézzük fel. Az esztendő egyik legnagyobb sporteseménye a nyári franciaországi labdarúgó EB volt. A magyar válogatott 44 év után újra képviseltette magát a kontinens viadalon. A csapatnak a helyszínen és Békés Csabán is sokan szurkoltak. Régóta nem tapasztalt futballőrület uralkodott az országban. A nemzeti 11 végül a 8-at döntőben búcsúzott. 2016 az olimpia éve is volt, amely két hétig tartotta lázban a sportbarátokat. A magyar küldöttség szenzációs teljesítményt nyújtott. 15 medállal, köztük 8 aranyal a 12. helyen végzett az éremtáblázaton. Az ötkarikás játékokon több korábbi, illetve jelenlegi Békés Csabai sportoló képviselte a magyar színeket. Bohus Rihárd az úszó csapatot erősítette, Kovács Barbara a gyaloglók mezőnyében állt helyt, míg a gátfutó Bai Balázs az elődöntőig jutott. A legemlékezetesebb pillanatokat Márton Anita szerezte a csabai szurkolóknak, hiszen új országos csúcsa a bronzérmet nyert. A két atléta nem csak az olimpián, hanem az azt megelőző Európa-bajnokságon is remekelt, hiszen mindketten a második helyen végeztek. Meglepően nagyon sok üzenetet kaptam, én úgy vettem észre, hogy nagyon sokan figyelték a versenyemet, és örültek az eredményemnek, úgyhogy ez nekem is egy nagyon megnyugtató és egy örömteli dolog, hogy tényleg ennyi embert érdekel az atlétika, azon belül ugye a súlylökés. A tornász Makra Noémi is kiharcolta az olimpiai szereplést, azonban csak egy versenyző képviselhette a magyar színeket, a szövetség pedig a dunaújvárosi Kovács Zsófiát indította Rióban. Noémi mellett Böcögő Dorina a világkupa sorozatban bizonyított, talajon nyerte meg az összetett versenyt. A sportbarátokat emellett a BRS remeklése tartotta lázban. Sasa Nedeljkovics együttese zsinórban harmadik alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és története során először hódította el a magyar kupát, a közép-európai ligában pedig második lett. Egészen lentről kezdtük az építkezést, és nagyon jó volt, hogy egyre feljebb került a csapat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy immár harmadszorra tudtuk megnyerni a bajnokságot, és külön öröm, hogy ezt veretlenül tudtuk megtenni. A Békési megyeszékhely ezúttal is házigazdája volt a mintegy 2000 embert megmozgató Békés Csaba Arad Békés Csaba nemzetközi szupermaratonnak. A szervezők 2017-ben már a jubileumi 20. rendezvényre várják a sportolókat. A következő évben ugyan nem lesz olimpia és foci EB sem, de a csabai szurkolók 2017-ben is számos versenyen drukkolhatnak a kiválóságoknak. A klub történetében 48 éve nem fordult elő, hogy olimpiai dobogós női atlétával büszkélkedhessen, hangzott el a KOP Békés Csabai Atlétikai Klub évzáró ünnepségén. Márton Anita, Bai Balázs és Kovács Barbara olimpikonok mellett számos kiemelkedő eredményt elért sportolót is köszöntöttek a gálán. Néhány körzés a varázspálcával, és elő is került az érem. Azonban Bai Balázsnak ennél jóval több dolga volt a kiváló eredmények eléréséhez. Az állatorvosi egyetemi tanulmányai mellett ma már világklasszis 110 méteres gátfutó, sokszoros országos csúcstartó, eddig két olimpián és számtalan világversenyen képviselte hazánkat. 2016-ban EB ezüstérmes lett. Nem egy egyszerű munka, úgymond, vagy illetve életforma sportolóként, hiszen sokszor kell ennek mondani, de én is úgy gondolom, hogy ha eléri az ember a céljait és a sikereket,
az minden pillanatot kell fotolni. Az este másik nagy sztárja, Márton Anita, olimpiai bronzérmes súlylökönk volt, akit nem terheltek meg az ünnepség folyamán, épp ellenkezőleg pehelysúlyú galambokkal vonták be a bűvészkedésbe. Magyar rekorddal szerzett Rióban olimpiai bronzérmet a súlylökő Európa-bajnok atlétanő, melynek pillanatait felelevenítették az este folyamán. Anita úgy érzi, sikerült kihozni a maximumot ebből az évből. Sikerült mindent véghez vinni, amit előző évben elterveztünk. Az összes nemzetközi versenyről, tehát ilyen Európa-bajnokságról, világbajnokságról, olimpiáról éremmel jöhettem haza, illetve ugye mindenhonnan új egyéni csúccsal, új országos csúccsal jöttem haza, és hát ezt ugye nagy mértékben a klubomnak köszönhetem, hiszen minden támogatást megkaptam tőlük, ami a felkészülésemhez szükséges volt. A riói olimpián 20 kilométeres gyaloglásban 58. helyen teljesített Kovács Barbara, aki jelenleg Budapesten folytatja főiskolai tanulmányait, és már megkezdte az alapozást a jövő évi világbajnokságra. A fő célunk ebben az évben az volt, hogy az olimpiai szintet teljesítsem, és ez első versenyemre sikerült, és igazából tényleg csak erről szólt, hogy legyen meg az első olimpia, tanuljuk meg és vonjuk le a következtetéseket, hogy esetleg mit kell másképp csinálni. Köszöntő beszédében Ferenci Attila, a klub elnöke Márton Anita teljesítményére hívta fel a figyelmet, amely a klub számára régóta várt sikert és büszkeséget hozott. 48 éve atlétikai klub elnöke nem mondhatta el, hogy a klub egyik sportolója olimpiai dobogós volt. 48! Az olimpikonok mellett Ceglédi Katalin menedzser és Tóth Sándor ügyvezető igazgató nélkülözhetetlen munkájára hívta fel a figyelmet Ferenci Attila, aki a klub összes sportolójának megköszönte az éves teljesítményt. Úgy gondolom, hogy azok a sportolók, akik nem is tudnak ilyen magasra eljutni, vagy nem is akarnak, mert nekik a mindennapos testedzés, az egymás, a közösség, az egymással való találkozás is nagyon érdekes, igencsak oda teszik magukat, és ehhez külön szeretnék neki gratulálni, hiszen a teljesítményük tényleg dicséretre méltó. A Magyar Atlétikai Szövetség képviseletében Gyulai Márton elmondta, a 2016-os év a sport szempontjából az olimpiáról szólt. Ebben az évben a Békés Csabai klubnak köszönhetően Magyarország is fantasztikusat alakított. 4 évente van csak arra lehetőség, hogy egy ilyen esztendőt bármilyen módon is értékeljen a Magyar Atlétikai Szövetség, úgyhogy azzal kell kezdeni, hogy hatalmas büszkeséggel tölt el minket, hogy 1964 és 68 után először megint két egymás követő olimpián érmet nyert a magyar atlétikai válogatott, köszönhetően Márton Anita a szenzációs és fenomenális teljesítményének. Az atlétikai klub sportolói nem csak kiváló eredményeket értek el, de terheket is vettek a vállukra, hangzott el az évzáró gálán, hiszen aki magasra jutott, annak meg kell tartania az elért eredményt, és mindenki bízik abban, hogy a 2020-as tokiói olimpián még több versenyző tudja majd képviselni a Békés Csabai klubot. Ez volt már a Híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!